Tisztelt elnök uram, alelnök uram, elnök urak, államtitkár úr, kedves barátaim, kedves címzettek! Egy új fogalmat is meg kell tanulnunk, hogy nem díjazottjaink vannak, hanem címzetteink. Még néha én is bele bakizok ebbe, de ez egy cím, amiről ma szó van. Már megszokhattátok tőlem, hogy ilyenkor végigsorolom mindenkit, aki a terembe ül. Valahol most is ezt fogom tenni, de anélkül, hogy külön fölállós, körben nézős és köszöntős válaszokat várnék, de külön köszönöm, hogy ezt a díjat, ezt a címet úgy tudtuk elindítani, hogy három fővédnöke is van, nagyon ritka ez ilyen az agrárvilágban nálunk. Jakab István, az országgyűlés alelnöke és a Magosz elnöke, ő az egyik. Elnök úr, legalább téged szeretnénk felállva látni. Külön örülök, hogy Nagy István miniszter úr is külön elvállalta a fővédnökséget, ő valami mosonmagyarovari program miatt nem tud itt lenni nálunk, és Györfi elnök úr is elvállalta ezt. Ritka ez mi felénk, hogy mind a hárman egyszerre fővédnöke egy rendezvénynek. Külön köszöntöm Feldman Zsolt államtitkár urat, az Agrárminisztérium államtitkárát. És itt az előjáró köszöntőkben nagy büszkeséggel veszem, hogy köztünk van Bodrogi Gyula és párja, művész úr, akit nem csak vadásztársunként tudhatunk, hanem a nemzet színésze, az egyik nemzet színésze is. Ezért külön öröm, hogy művész úr velünk van, velünk vagy, és ezzel erősített talán azt a kis csapatot, vagy azt a rangot, amilyen rangot mi ennek a díjnak szeretnénk, vagy elképzelünk. Külön megtisztelő nekem, hogy természetesen az utánam szólók is eljöttek és vállalták azt, hogy rövid köszöntőt tartanak, így Zászlós Tibor, Szólát Tibor alelnök urak, ugye Agrárkamara alelnökei, itt van köztünk Nemes Imre Nébik elnöke. Külön köszöntöm az elnöki négyest, ha szabad így mondani, Apáti, Csanádi, Nagy Péter és Moc elnök urakat. Rövid felsorolásban ugyan, de sikerült ezt felsorolom, én szeretném megkérni Krizsán vezérigazgatót, most érkezett, hogy gyere ide az első sorba, vezérigazgató uram, van itt hely neked is köztünk, őt is külön köszöntöm. És ha már Krizsán vezérigazgató úrnál tartottunk, ennek a rendezvénynek, mint sok rendezvényünknek, azért valamennyi szponzort muszáj összegyűjtenünk, hogy megcsináljuk ezt, és az egyik a Kavosz vezérigazgató urat is külön köszöntöm, rövid beszédet is fog tartani. A VOSZ a másik szponzora ennek az eseménynek, ugye a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, melynek szerencsére van egy agrártagozata is, és azt reméljük, hogy ezzel az agrártagozattal egy kicsit erősíteni tudjuk azt a működést, amit egy ilyen agrárvilágban mi elvárnánk a mezőgazdaságtól. A NAK a harmadik támogatónk. Köszönöm főtitkár úrnak is, hogy közöttünk van, Szedlák főtitkár úrnak, főigazgató úrnak. Közben láttam Csetibit beérkezni, aki a Magosz főtitkára, természetesen őt is köszöntöm. Major Zoltán barátomat kerestem itt az előbb a tekintetemmel, itt van, ott ül. Ő pedig az, aki talán egy újdonságot honosít meg köztünk, és ő kézzel lábbal tiltakozik, hogy én erről beszéljek, de nem baj, mert az a magán mecenatúra, ami a művészetben létezik, azt szeretnénk meghonosítani itt az agrárban is, és ő az, aki ennek az első megtestesítője, úgyhogy ezt külön köszönöm neked, Zoli barátom, úgyhogy remélem, amit majd a rövid beszédetben hallunk, erre is kitérsz. Megnéztem, drága barátaim, hogy a nemzetgazdásza.hu domén nevet mikor foglaltam le, 2017-ben, ez 6 éve volt, mert akkor megfogant az ötlet, hogy kéne egy ilyen csinálnunk. Ugye van az év agrárembere, Magyarország legszebb birtoka, mint ilyen díjaink, amikkel a legjobb társadalmi szerepvállalással, illetve a legszebb birtokot díjazzuk, de ezek díjak. És azt gondoltuk, hogy lehet ezt még fokozni, és ez lett a nemzetgazdásza. Már akkoriban, ez 6 éve volt, hogy egy definíciót is írtam róla. Az úgy nézett, és ezt felolvasnám azért, hogy ez világos legyen, ezt még egy párszor hallani fogjuk, és mindenféle dokumentumunkon is ez szerepel. A nemzetgazdásza tehát a magyar nemzet olyan erkölcsileg fedhetetlen gazdálkodó szakembere, aki gazdálkodásával, mezőgazdasági tevékenységével, munkáltatói viselkedésével, technológiai színvonalával, innovációival, társadalmi szerepvállalásával a nemzet javára maradandót alkotott. Gazdálkodásával, mezőgazdasági tevékenységével, üzleti viselkedésével, gazdatársai és a nemzet előtt példaként áll. A nemzet gazdászai összesen 21-en lesznek, reménységünk szerint.
melyből 6 fő határon túli magyar gazdálkodó lesz. Többet egyeztettünk Jakab elnök úrral arról, hogy ez a 6 fő miért pont 6. Ugye, hogyha elkezditek végig sorolni, akkor a Felvidék, Kárpátalja, mi a Románia területén élő magyarságot két részre bontottuk, a Székelyföldre és a Párciumra. Ez lett a kompromisszumunk. Szerintem másmilyen gazdálkodási folyamatok vannak az egyik helyen és a másik helyen. Lehet velem ezzel vitatkozni, de akkor is egyenlőre két részre osztottuk. Természetesen a Vajdaság, Horvát-Szlavónia, ez 6. Lehetne még egy hetedik is az Ausztriában élő őrvidéki magyarság. Arra jutottunk eddig, hogy azt még egyenlőre ebbe a ritmusban nem vettük bele, de az nincs kizárva, hogy 7 év, vagy ebbe a következő 6-7 évben még ne bővítsük ilyen szempontból a nemzet gazdászait. Ennek az előbbi definíciónak minden szava fontos volt, a nemzet, az erkölcs, a gazdálkodó, a szakember, az, hogy munkáltató, a technológia, az innováció és a társadalmi szerepvállalás is. Ezek önmagában írják körül azt a fogalmat, hogy a nemzet gazdásza. És attól a nemzet gazdásza, hogy nem csak a jelenlegi határainkon belülről választottunk nemzet gazdász kollégákat. Látjátok a logót mindenfelé a kommunikációnkban. Aki a numizmatikában járatos, az mondhatná, hogy ez az osztrák-magyar monarchiában divatos nyakbaakasztós, vagy az osztrákok a testükön egy ilyen fél pánttal viselt érmet vittek, de ez nem az az osztrák forma lesz, hanem egy ilyen nyakbaakasztható érmet fogtok kapni, hogyha végre elkészül. Ez az én hibám, hogy ez a mai napra nem lett meg, de senki nem lehet tökéletes. Ha ezt a logót megnézitek, ennek 8 ága van, és ez a 8 ág egy picit előrelátó volt, előbb említettem a határon belüli, a határon kívüli az eddig 1+6, ugye az 7, és hát én azt gondolom, hogy a 8. továbbra is csak az osztrák területeken élő gazdálkodóink, én azért nem adom fel azt a reményt, hogy onnan is fogunk tudni találni gazdásztársat egyszer csak. Azt mondták a numizmatikusok, hogy érdemes egy ilyen érmet leírni, hogy hogy néz ez ki, ennek a pontos írománya is meg lesz, de hogyha látjátok, akkor egy arany gyűrűben van felírva ez, hogy a nemzet gazdásza, ezek a csillagok, vagy ezek az ágak között pedig a mezőgazdaságot oly régen szimbolizáló búzakalászok vannak, akkor is, hogyha állattenyésztő itt a 3-ból 2 biztosan, akiket ma a címmel megjutalmazunk, de a búzakalász az, ami egy egységes jelképe a gazdászvilágnak, én azt gondolom. Ezzel a jelképcsomaggal szeretnénk tehát mindenkinek egyértelművé tenni a teljes nemzet összetartozását az agrárterületen is, ezzel a gyűrűvel egyébként, ami benne van. 10 éve, hogy meghirdettük az év agrárembere díjat, ami társadalmi szerepvállalást jelöl és díjaz. Csodás jelöltek és győztesek vannak ott is, jöhet tehát a kérdés, mondhatnátok, hogy jó, minek még egy harmadik díj is, kaptam már én ilyen kérdést tegnap is, mindjárt nekem szegezte valaki. Igen, jogos a dolog, minek még egy ilyen harmadik díj is. Én azt gondolom viszont, hogy szükség van rá. Talán ez egy másik dolog, ez nem egy díj, hanem egy cím. Ezért nem verseng valaki, az év agrárember és a Magyarország legszebb birtok a díjban, vannak itt pár, akik már ezt átélték a közösségünkben. Azért verseng valaki, tehát ott van egy zsűri, elbírálja, szavazunk, aztán utána kihirdetjük, gálaestet tartunk. Picit másik folyamat ez. Azt gondoltuk, hogy itt egy picit felüllendülünk ezen a zsűrizésgetésen, meg szavazunk, nem tudom, ezen a ritmuson, és címzetteket állítunk. És nem titok, és azért külön örülök, hogy Bodorgi művész úr is velünk van, mert a nemzet színészei és a nemzet sportolói, van már két ilyen kategória, a nemzet színészeit a Nemzeti Színház kezeli, ha szabad így mondani, tehát a cím az ő kezében van, a Nemzeti Színház kezelésében, a nemzet sportolója pedig az Olimpiai Bizottság kezelésében van. Annyit ilyen titkot elárulhatok, ilyen szervezési titkot, hogy voltunk bajban, amikor megpróbáltuk megkeresni őket. És az egyetlen, akit jó úton értünk, és örömmel elvállalta, és mi örömünkre is, pont Bodrogi művész úr volt. Mi azt gondoltuk, hogy ha már nemzet gazdászát hirdetünk, azt magát ezt a rangot, ezt a címet nem csak kihirdetjük, fölteszünk valahol az internetre, azt jól van úgy, hanem hogy ezt nem úsztátok meg. Tehát, hogy ezzel egy pici aktivitás is járni fog mind a hármatoknak, vagy később mind a 21 nemzet gazdászának. Azt szeretném, hogyha ti egy picit jobban felszínen tartanátok ezt a díjat és az agrárvilág kérdését. Nem csak viselitek ezt a címet, hanem képviselitek is tehát az agrártársadalmat, azt a gazdasági alkotó részt, ami a lét alapját adja, a táplálékot a társadalomnak.
mindennapi betevőt, amiért vallásos ember minden nap imádkozik is, a Mi Atyánk című imádságunkban, ugyan mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma kezdettel. Vallási értelmezésben is ezt a kenyeret, vagy azt a gabonát, amiből a kenyér van, azt a Jóisten velünk gazdálkodó emberekkel termelteti meg, így jutnak aztán a fogyasztók asztalára. A földművelés persze az állattenyésztéssel együtt a legrégebbi szakmák egyike, mégis valamiért szerintem nincs eléggé helyén kezelve. Minden díjunkban ezt próbáljuk emelni. Nem mondom, hogy átütő sikerrel, de az biztos, hogy valamivel hozzájárulunk ahhoz, hogy a gazdásztársadalmat picit emelni tudjuk. Az olyanunk, hogy a fogyasztó nem közvetlen találkozik a gazdálkodókkal, hanem a boltban a feldolgozott élelmiszert vásárolja meg. Bárány Laci most mondhatná, hogy igen, ő már csatlakozik ehhez a feldolgozott élelmiszer kategóriához, és ez így van rendjén, mert egyébként azon keresztül ismernek meg minket a fogyasztók, felhasználók. Régi feladatunk nekünk az Agrotrend csoportban, régóta vállaltuk már, hogy hirdessük egy kicsit a mezőgazdaságot, vagy inkább nagyon. Minden egyes lépésünk, minden díjunk ezt tükrözi, és ezt fogjuk ezen túl is tenni. A névből is kiderül még egy gondolat erről, hogy a Nemzet Gazdásza, beszéltem már erről, hogy 15 plusz 6 fő, így lesz 21, így teljes a nemzet egysége ebben a fogalomban is. Kérdezhetnétek, hogy oké, de ki találta ki ezt a három jelölt, mi pont ti hárman vagytok azok? Volt egy jelölterjesztésem, és miután nem zsűri volt, hanem ez egy olyan szűkkörű társaság, amit Jakab elnök úrral, a miniszter úrral, Györfi elnök úrral is egyeztettem, hogy kik legyenek ebbe a szűkkörű, mondjuk úgy alapító zsűriben, ha mégiscsak ezt mondom. Összeszedtük azokat a társadalmi szervezeteket, akik erre alkalmasak. Tehát ott nem szaktanácsadók, nem csak a barátaink, nem ilyen-olyan módon összejött támogatók jönnek ebbe szavazni. Az állattenyésztő, az nyilván az Agrárkamarán, illetve Jakab elnök úr személyén, meg Csetibi személyén keresztül a MAGOSZ egyértelműen, de egyébként az Állattenyésztő Szövetség, ugye Zászlós elnök úr személyében, Fruit Web, Apáti elnök úr képviseletében, a MAGOSZ, erről már volt szó, bocsánat, a MAGOSZ-t akartam még mondani, ugye a Gépgyártók Szövetsége, Csanádi elnök úr személyében, és még páran, ez a párak pedig az egyetemek képviselői, az összes agráregyetem rektora, dékánja, aki az agrárral valamilyen kapcsolatban van, ők mind meghívottjai voltak ennek a csapatnak. Külön köszöntöm itt is Mikó dékánasszonyt, aki itt ül közöttünk, igen, és köszönöm neki is, hogy itt aktivizálta magát, és nem csak ő, egyébként a többiek is gondoltak erre, és részt vettek ebben az eseményben. Az idei címzettek azért elég magasra tették a lécetet. Akik utánatok jönnek ebbe a csapatba, azt hiszem, hogy össze kell szedniük magukat, hogyha méltóak szeretnének lenni ebbe a társaságba. Igyekszünk olyanokat választani a közeljövőben is, ami ide való, az közétek való. Azt kívánom nektek, hogy ennek a címnek a rangját, ezt megéljétek örömmel és felelősséggel. Azt is kérhetném tőletek, ha már ilyen szabad mondanom, hogy a hazánk mezőgazdaságát képviseljétek is. Ahogy ezt eddig is tettétek, azért oka van annak, hogy itt ültök, mondhatnám. És segítségére legyetek azoknak, akik még segítségre szorulnak. Akikben látok fantáziát és lehetőséget arra a fejlődésre, ami előttük van, hogy gazdaságot előre tudják mozdítani, szakmailag gyarapodni tudjanak, legyetek továbbra is azok egy gazdás számára, ami a sportolónak és a színészeknek is jelent, a nemzet sportolói vagy épp a nemzet színésze példaképei. Büszkék vagyunk rátok, számítunk rátok, és mondhatom a széles gazdásztársadalom nevében is. És hogy az már szokásos, a végén a gondolatom mindig ugyanaz, hogy sose felejtsétek el, hogy a bármilyen tettünk is van abban, a dicsősége mindig egyedül Istené. Én azt szeretném, hogyha a továbbiakban a felszólalók, a köszöntők is büszkék lennének rátok, ugye, hogy én ez vagyok. További jó ünneplést, és a címekre pedig mindannyian büszkék vagyunk.